Bolondistók! Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek az egész gazdagsága egy bika volt, és mikor meghalt, egyebet sem hagyott három fiára. De inkább semmit sem hagyott volna rájuk, mert a három fiút majd felvetette a gond, hogy már most hogy osztoznak meg a bikán? A legkisebbik, Akit bolondos esze miatt bolondistóknak hívtak, azt ajánlotta, hogy üssék meg a bikát, s a húsát adják el. Az árát majd felosztják egymás közt. Hanem az idősebbek már azért sem állottak rá, mert a féleszű mondta ezt. Nem tudták már, mit évük legyenek, enni se adtak a bikának, mert mindegyik a másikra vetett. – Adj te, én nem, a tied éppen úgy, mint az enyém. S szegény bika úgy lesoványodott, hogy a bordáit meg lehetett számolni. Egyszer aztán abban egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikébe befut a bika, azé lesz egészen. Nosza, hozzá az építéshez. A két idősebb legény az okos fejével olyan kőpajtát épített, hogy még egy herceg is ellakhatott volna benne, és Tók pedig az ő bolond fejével épített egy kis kaibát leveles ágakból. Nevettek a bátyai, csúfolták. Ó, te bolond, te! Hát azt hiszed, hogy majd olyan bolond lesz a bika is, mint te, s bemegy a te pajtádba? Jól van. Mikor mind a hárman készen voltak, kieresztették az udvar a bikát. Éppen jó, meleg, legyes idő volt. A bika fölcsapta a farkát, körülnyargalta az udvart, s egyszer, mit gondolt, mit nem, befutott az istók pajtájába. Úgy bizony. A bolondos legényé lett a bika, Mérgelődtek a bátyjai, de ő nem szólt semmit, csak tarisznyát vetett a nyakába, s a bikát elindította a városba, hogy ott adja el. Amint ment, mendegélt egy nyírfához ért. Éppen nagy szél volt, s a nyírfa nyikorgott keményen. Megáll istók, és gondolkozik magában, hogy vajon mit beszélhet ez a nyírfa. Kieszelte a bolondos fejével, hogy bizonyosan azt kérdi, nyif, nyaf, hogy adod? Neked adom száz pengő forintért, felelt Istók. Nyif, nyaf, megadom, szólt a nyírfa. Istók megkötötte a bikát a nyírfához, s várta, hogy mikor adja a pénzt. De a nyírfa bizony nem adott pénzt. Lássuk a pénzt, komám, bíztatta a nyírfát. A nyírfa pedig csak nyikorgott, csikorgott tovább, s azt mondta. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Jól van, gondol fé hát megadja holnap. És azzal hazatért. Kérdik otthon a bátyjai. No te bolond, hogy adtad el a bikát? Száz pengőért. Ugyan kivette meg? Hát egy nyírfa. Haj, kacagtak a legények, hogy csak úgy dültek jobbra-balra. De a bolondos legény nem szólt semmit. Ment másnap a nyírfához, de hát a bikának csak a csontjait meg a kötelét találta. Azon éjjel megették a farkasok. Kéri a pénzt a nyírfától, de ez azt felelte. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Hát jó van, holnap. És elment haza. Másnap megint elment, de a nyírfa megint csak azt mondta. Nyif, nyaf, holnap. Így tartott ez három hétig. Már ekkor a bolondos legény se vette a dolgot tréfára, fejszét vitt magával, s azt kérdezte a nyírfától. Adod-e meg a pénzemet, mert mindjárt leváglak? Nyif, nyaf, megadom, holnap. úgy -e? Na megállj! Fogta a fejszét, és belevágott a nyírfa oldalába, hogy csak úgy megjajdult belé. Hát, amint húzza vissza a fejszét, ömlik utána az arany, mint a záporeső. Annyi arany ömlött ki, hogy tel is, de teletöltötte a tarisznyáját. No, mégis jó volt várnom, legalább kamatot is kaptam. Azzal elment haza, s otthon a drága sok aranyat kiöntötte egy cseberbe, befötte egy rostával, s kitette az erezbe. A bátyjait ölte a csodálkozás, hogy honnét szerezhetett ennyi sok aranyat. és még inkább, amikor látták, hogy az a bolondos legény világért el nem költene egy aranyat, s ciberén puliszkán él, mint addig. Hm, <hül> hiszen ez bolond, az sem tudja, mit kell a pénzzel csinálni, mondta a legidősebb legény a másiknak. Összetanakodtak, hogy ellopják, ők majd tudják, mire jó a pénz. Szépen kiürítették a csebret, s arany helyett telerakták korpával. Egyszer nézi a bolondos legény, s hát arany nincs. Egyet sem búsult. A cseber fejét bekötötte egy abrosszal, s elindult, hogy eladja a korpát. Estére beért egy városba, s ott szállást kért egy nagyuraságtól. Kapott is szállást, s a korpát betette a csűrbe hanem a disznók megérezték a szagát, berontottak a csűrbe, s mindegy falásig megették a korpát. Hely, de csapott lármát a legény, mikor reggel észrevette, hogy nincs korpa. Azt mondta, hogy most egyenest megy a királyhoz, és elpanaszolja neki, hogy ellopták a drága sok aranyat érő holmiát. Megijedt erre az uraság, csak hogy panaszt ne tegyen, annyi pénzt adott a bolondos legénynek, hogy alig bírta el. Hazament a sok pénzzel, és a bátyai nem győzték eleget csodálni, hogy az a féleszű megint annyi sok pénzt tudott szerezni. Kérdezték. Hát azt hol kaptad? A korpáért, felelte Istók. Hiszen a bátyainak sem kellett több. Ők is megraktak egy csebert korpával, s azzal elmentek a szomszéd faluba. Kiabálták torkuk szakadtából. Korpát vegyenek, korpát vegyenek! Össze is szaladt az egész falu népe, de úgy kiverték a faluból a legényeket, hogy alig győzték futással. Szerencsét próbáltak egy más faluban is, de itt is csak úgy jártak. Eddig is haragudtak bolondos testvérükre, de most még inkább, és összetanakodtak, hogy vagy így, vagy úgy kioltják az élete gyertyáját. Elmentek a bíróhoz, és beárulták a testvérüket, hogy az ördögökkel cimborázik, hogy mindegyre tenger pénzzel állít haza, s most meg a falut akarja elveszejteni. A bíró el is hitte, de még a falubéliek is, mert az már csak ugyan ördöngőség lehet, amit ez a bolondos legény cselekszik. Azt határozta a falu gyűlése, hogy bolondistókot befenekeltetik egy hordóba, és bedobják a gát alá. Úgy is történt. Befenekeltették egy hordóba, s mert éppen vasárnap volt, kitették a templom elé, hogy majd a templomból kijövet elviszik a vízre, s a gát alá dobják. Az alatt, míg a nép a templomban volt, Istók elkezdett kiabálni. Hiába erőltettek, hiába, nem leszek főispán, nem leszek főispán! Éppen abban a pillanatban hajtott el arra négy lovas hintón egy idegen uraság, s hallja, hogy mit kiabál valaki a hordóból. Megállítatja a lovakat, leszáll, s oda megy a hordóhoz kérdi. Mit is kiabált, Kend? Azt, hogy nem leszek főispán, inkább akasszanak föl. Azért ugyan egyet se kiabáljon, mondta az uraság. Szálljon ki hamar, cseréljünk gúnyát, majd beülök én a hordóba. Lovam, hintom, legyen a kendé. Úgy is lett. Istók kimászott a hordóból, az idegen úr pedig bemászott. Istók elhajtotta négy lóval s hintóval, az idegen úr pedig, mikor jöttek ki a templomból, torka szakadtából kiabált. – Leszek én fő ispán, emberek! Leszek én fő ispán! – Az a, majd a halak közt, gondolták az emberek, de nem szóltak semmit, hanem szépen fölvették a hordót, vitték a vízre, s a vetették. Minden jó lélek azt hitte, hogy most már vége annak az ördöngős istóknak, s hát, amint hazafelé indulnak, nagy lelki nyugalommal jött a gát felől négy lovas hintón bolondistók, s nagyokat csördített az ostorával. Bezzeg volt nagy álmélkodás szörnyűködés. – Hát ezt te hol kaptad? – kérdezték az emberek. – Ott a gát alatt – felelte hegykén istók. – Van ott még annyi, hogy hat falunak is elég lenne. Ha nem hiszik, jöjjenek, s nézzék meg a maguk szemével. Csak úgy omlott, tódult a népség utána, Istok pedig mind a vízpartján járatta a lovait, hogy az emberek lássák a vízben a hintónak meg a lónak az árnyékát. – A biza! – Né, igaza van a bolonnak! – kiáltották az emberek, s utcú, neki vesd el magad, egymás feje tetején át ugráltak a vízbe. Az egész falu népe ott gomolygott a vízben papostul, harangozóstul, csak a vén papné, aki bottal járt, nem ugrott bele. A papnak nagy széles kalapja volt, s az nem ment le a vízfenekére, hanem mind ott úszkált a víz színén. Látja ezt a papné, belenyúlt a botjával, s egyre döfölte a kalapot, bíztatta az urát. – Menjen bejebb, édes uram, válogasson a javából, menjen bejebb! Hiszen bejebb is ment az egész falu, úgy, hogy egy sem jött vissza többet. Bolondistók pedig elfoglalta az egész falut, s akkora úr lett belőle, hogy az egész vidék csodájára járt. Aki nem hiszi, járjon utána. Bolondos mihók Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egy fia. Mihók volt a neve, Mondja egyszer Mihóknak az anyja. hallod de Mihók? Én elmegyek a templomba. Ha elmennél ez alatt hazúról, húzd be magad után az ajtót. Amint az asszony elment, mit gondolt Mihók, mit nem? Ő is neki készülődött, hogy elmegy a templomba. No, de nem felette el, hogy mit parancsolt neki az anyja. A sarkából kivette az ajtót, felvette a hátára, s úgy ment az anyja után a templomba. Itt az ajtó, édesanyám, mondta Mihók. Bezzek, hogy lett nagy megbotránkozás a templomban, s az emberek csihi puhi jól eldöngették mihókot. – No, te boldogtalan! – mondotta az édesanyja nagy haraggal. – Takarodj a házamból! Keres valahol szolgálatot! Itt tovább nem maradhatsz! – Hát jól van! – duzzogott mihók. – El is megyek! – Addig megyek, míg szolgálatot nem találok! Meg sem állott, míg a hetedik faluba nem ért. Ott egy gazdag földbirtokosnál beállott disznópásztornak. No, fiam, mondta az uraság, kezedre adok egy csorda disznót, kihajtod a bükkerdőbe, s addig haza se jöjj, míg a disznók jó kövérre nem híznak. Mihók még aznap kihajtotta a disznókat az erdőbe, őrizte becsületesen, de bezzeg az uraság nem sokat törődött azzal, hogy éle, ha le mikor küldött neki ennivalót, mikor nem. De hát így is eltelt valahogy az idő, és közben a disznók úgy meghíztak, hogy majd kihasadtak. No, ha meghíztak, Mihók el is indította hazafelé. Amint ment, mendegélt, szembe jön vele egy mészáros. Kérdi Mihókot, hallod-e, eladnád-e azokat a disznókat? Elén, mondta Mihók, akár féláron is, csak a fülét meg a farkát adja vissza. Hát, aztán hogy nevette volna meg a mészáros féláron? Egyszeribe kifizette a pénzt, mindenik disznónak levágta a fülét meg a farkát, s azt odaadta neki. Tovább ment Mihók nagy vígan, s addig ment, mendegélt, míg egy mocsaras süppedékes helyre ért. Ott két-két lépésnyi távolságra beledugdosta a disznófüleket meg farkakat. Amikor ezzel készen volt, szépen hazament az urasághoz, s jelentette neki nagy ilyetten. Jaj, uram, jaj, 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 mi történt? No, mi történt? Szörnyű nagy szerencsétlenség. No, mi? Nyögd már ki! Az történt, uram, hogy a disznókat kihízlaltam, olyan kövérek lettek, hogy alig bírtak mozogni. Hát ez szerencsétlenség. Hogy ne, uram, mikor történetesen egy mocsár felé tereltem a disznókat, s ahányan voltak, mind belé süllyedtek. csak éppen a fülük s a farkuk látszik ki. Na hiszen, azonnal felkerekedett az uraság valamennyi szolgálójával, s mentek a mocsár felé. Hát, csak ugyanott volt a sok disznófül meg disznófark, Nosza neki! Belekapaszkodtak a fülekbe meg a farkakba, húzták nagy erőfeszítéssel, de bizony, mint testek. Bezzek, hogy a kezükben maradt a disznók füle meg a farka. Lássátok, mondta Mihók, ugye szörnyű kövérek voltak, különben nem süllyedtek volna el. Mit tehetett az uraság? Orra füle lekonyult, s nagy búsan hazaballagott. Hazament Mihók is. Bezzeg volt most becsülete otthon, mert hát pénzt is hozott. Otthon is maradt, jó darab ideig. Tehát múlt az idő, elfogyott a pénz, s mihóknak mondja az anyja. Hallod de hékám! A pénz már fogyatékán, jó volna, ha dolgoznál, mert így nem élünk meg. Mindjárt a kezébe is nyomott egy csomó lent, s mondta, Látod, ezt megfonhatnád, úgy sincs egyéb dolgod. Mihóknak azonban semmi kedvesen volt a fonáshoz. A lent apránként mind a tűzbe dobta, s elégette. No, hiszen, ha elégette, az anyja jól nyakon verte, erre meg Mihók mit gondolt, mit nem, összeszedett egy csomó ágat, azt körülcsavarta a lennel, mint valami guzsaj nyelvet. Aztán vett egy söprűt, az volt az ő orsója. Felmászott ezekkel a ház fedelére, s elkezdett fonni. Amint ott fonogatott a ház fedelén, arra jött három tündér, és mondta az egyik. Nézzétek, milyen pompásan fon mihók, ne ajándékozzuk meg valamivel. Dehogy nem, mondta az első tündér. Én azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel olyan sok lent fonjon, hogy azt se tudja, hova tegye, amit font mondta a második. Én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel mind szője meg, amit font. Mondta a harmadik tündér, én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel azt a rengeteg sok vásznat fehérítse meg. Hallotta jól, mihók, amit a tündérek mondtak, és este, mikor az anyja lefeküdt, elévette a lent, s hát az magától fonódott, szaporodott a fonál szörnyen, annyi lett, hogy alig fért a házba, akkor aztán úgy tett, mintha szőne. Alig nyúlt a szövőszékhez, már készen is volt a rengeteg hosszú vászon, most meg kiteregette a vásznat, s az magától megfehéredett. Hely, bezzeg, örült a mihók anyja, mikor meglátta a rengeteg hosszú vásznat mindjárt vitte a vásárba, s kapott érte annyi pénzt, hogy hótig elég volt az. Úgy bizony, aki nem hiszi, járjon utána. Furujás palkó Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, annak egy fia. Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek, mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt egyebük, csak egy kidőlt, bedőlt falu házuk, meg egy kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. anyám, én nem éhezem itthon többet, elmegyek szolgálni, addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, s ha az Isten megsegít, lesz legalább egy kicsi gazdaságunk. Elmegy palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, s megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgált egy-egy borjat. Volt már négy borjú, de kicsi volt a kert, kevés szén a termet benne, nem volt amivel tartsák a borjakat. Ő bizony gondolja magában, vására hajtja a borjakat, és eladja. El is indul a négy borjúval, de amint az úton menne, szembeül vele egy ősz öregember, s mondja neki. Te legény, van nekem egy szépen szóló furujám, neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ugyan, mit gondol, bátyám uram? csak nem adhatok borjat egy furujáért. Csak adjad, ne félj, nem akármilyen furuja ez, nem olyan, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki, gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat a furujáért. Azzal tovább megy. De még egy puska lövésnyire sem mehetett. Megint elejébe kerekedik az az ősz öregember, s mondja neki. Te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az egeret neked adom érte. Nagyot kacag, Palkó. Hát hogy adnék én borjat egy egérért, mit gondol bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig beszél az öreg ember, hogy Palkó odad egy borjat az egérért. Most már két borjúval ment a város felé, de hogy-hogy nem, az égből esett vagy a földből bújt ki, megint csak elejébe állott az ősz öregember, s mondta neki. Te legény, van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Nem adom én, mondott a palkó. Nem bolondultam meg. Elég bolond voltam, hogy két borjat már odaadtam egy furujáért meg egy egérért. Mondom neked, hogy adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed. Mit gondolt, mit nem palkó, odaadta a harmadik borjat is. Ment az egy borjúval, hajtotta nagy búsan a város felé. Mindegyre vissza akart fordulni, hát ha találkozhatnék az öreg emberrel, mert erősen megbánta a vásárt. Na nem kellett, hogy visszaforduljon, mert amint nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, csak elejébe kerül az ősz öreg ember, s mondja neki. hallod de fiam, add nekem ezt a borjút is, adok neked érette egy zacskót. Nem adom én, mondotta Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az anyám szem elé. Csak add ide ezt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol, s ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj az acskónak. Gondolja, Palkó, ha már így van, minek menjek egy borjúval a vásárra? Legyen az öregé a negyedik borjú is. Mikor a negyedik borjút is általatta az öregembernek, azt mondta ez. No, fiam, most menj haza. Otthon nem lesz maradásod. Az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadulhattál, szaladj, amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaért, kérdezte az anyja. Eladta de a borjukat, fiam? El, édesanyám, el. Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért né. S elé húzta tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat s az álomzacskót. Haj, édes Istenem, megmérgelődött az özvegyasszony. Kapott egy husángot, ütötte palkót, ahol találta, s ha által nem szalad a asszony, s ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy holtra veri. Szaladott palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának. Isten áldja meg, anyám! Addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem! Ment bendegélt Palkó hetet hét ország ellen, az óperenciás tengeren túl, az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta malac túr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott egy király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor elkövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, hosszú süveges tótok, válogatott cigánylegények, mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret, és a futóbogarát szépen letette őket a földre. Aztán fújni kezdte szépen szóló furujáját. és hát halljatok csudát, az egér derékon kapta a futóbogarat, siárták a magyar táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uramisten, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett a palota. Kacagott a király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, – Na, fiam, – mondotta a király, – megkacagtattad a lányomat, most még csak altasd el, – mondotta Palkó csak vigyék be felséges királyom a király kisasszonyt a szobájába, fektessék le az ágyába, s majd meglátják, hogy mindjárt elalszik. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyába, és szólt az acskónak. Aludjék a király kisasszony holnap reggel nyolc óráig! Appan a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, s aludott édesen másnap reggel nyolc óráig. Aközben felöltöztették Palkó drága szép bíborvörös gúnyába. Papot hívattak, s amint a király kisasszony fölébredett, mindjárt összeeskedték, s csaptak lakodalmat. Hét nap, s hét éjjel húzták a cigányok, járták a legények, s leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s hat lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többet gondja. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. Pipa Miska. Volt egyszer egy szegény ember, Pipa Miska volt a neve. Azért hívták Pipa Miskának, mert a pipa folyton a szájában lógott, akár volt dohánya, akár nem. Márpedig többször volt üres a pipája, mint teli. Üres pipa, üres gyomor. Hely, keserves volt a szegény ember élete. Egyszer, honnét, honnét nem, szerzett három garast, s gondolta magában, bemegy a városba, ott két garasra dohányt vesz, egy garasra kenyeret. Azért kettőre dohányt, egyre kenyeret, mert a kenyérnél jobban szerette a dohányt az ebatta. Amint ment, mendegélt az ország útján, szembe vele két vándor. Krisztusurunk volt az egyik, Szent Péter a másik. – Te jó ember! – szólítja meg Szent Péter. – Adj egy garast Isten nevében. Három napja, hogy egy falás nem sok, annyit sem ettünk hiszen én sem ettem, mondta Pipa Miska, de hát itt van la, az egy garas. A vándorok elköszöntek nagy hálálkodva, de még egy jó nyira sem ment a szegény öregember, megint találkozott két vándorral. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik, de a szegény ember nem ismerte meg őket, mert arcukat is, ruhájukat is elváltoztatták. A második garast is elkunyorálták a szegény embertől. Mit mondjak, mikor éppen a város szélére ért a szegény ember, harmadszor is elejbe kerül Krisztus urunk, s Szent Péter. Most is elváltoztatott arccal ruhával, s az utolsó garast is elkunyorálták. No, – mondta a szegény ember, – itt az utolsó garasom, én úgy is megszoktam az éjséget, járjatok Isten hírével. De alig haladt tovább egy-két lépésnyire, mondja Krisztus urunk Szent Péternek. – Hallod-e, Péter? – szólítsd vissza azt a jó szívű szegény embert, ajándékozzuk meg. Visszaszólítja Szent Péter a szegény embert, s mondja neki. No te szegény ember, kívánj, amit akarsz, mert tudd meg, hogy Isten fia az, akivel jót cselekedtél, én meg Péter vagyok az ő tanítványa. Hanem azt tanácsolom, hogy az örök üdvösséget kérjed. Mondta erre Pipa Miska. Mit csináljak én az örök üdvösséggel, Szent Atyám? Nem kell nekem egyéb, csak egy pipa, amelyikből a dohány soha sem fogy ki, aztán egy pohár, melyből a bor nem fogy ki soha, és végezetül egy zsák, amelyiket csak meg kell ráznom, s azt bújtatom bele, akit s amit akarok. Krisztus urunk elszomorodott, de teljesítette a szegény ember kívánságát, aztán folytatta vándorútját, Pipa Miska is ment tovább, egyenest be a városba. De nem maradt ott, tovább ment, nyakába vette a világot, ment, hegyen, völgyön át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszer úgy este felé az ország útja mentén egy régi, omladozó kastély melléért gondolta, bemegy, szállást kér éjszakára. De még be sem ment, odaállít egy ember, s mondja neki. Hallod-e, atyafi, nehogy bemenj a kastélyba, mert az elátkozott kastély, ördögök laknak benne, s bizony mondom, szerte szaggatnak. No, mondta Pipa Miska, annál a szerte szaggatásnál én is ott leszek, s azzal se szó, se beszéd, Bement a kastélyba. Ott egy ágyba lefeküdt, s egy kettőre elaludt. No, nem sokáig aludt, mert pont 12 órakor rettentő nagy dörömböléssel beállít tizenkét ördög, felkapták az ágyat, meghimbálták jobbra-balra, de úgy, hogy pipa Miska a rengeteg nagy szobának a túlsó sarkába ébredt fel. Nosza, talpra szökött, kiveti nyakából a zsákot, megrázza, s hát abban a szempillantásban mind a tizenkét ördög bemasírozott a zsákba. Volt a szobában egy nagy vasbot, azzal hatalmasan püfölte a zsákot, de bezzek, hogy nem a zsák jajgatott, hanem a tizenkét ördög, s könyörögve kérték Miskát, hogy eresse ki, ami tenger kincs a kastély négy sarkába el van ásva, mind neki adják, s amellett egész életére hűséges szolgái lesznek. Majd reggel, mondta Pipa Miska. S reggel csak ugyan kieresztette az ördököket, de előbb elhívta a falu kovácsát, s mind a tizenkét ördög talpára patkót veretett. Hát, szépen megtelepedett Miska a kastélyban, s messze földön nem volt akkora úr, mint ő, mert a kastély négy sarkából csak úgy omlott ki a tenger aranys ezüst. Vagy tizenkét szekérrel küldött haza a falujába, hadd boldoguljanak ott is a szegény emberek, s még mindig maradt annyi, hogy holtig dúskálhatott az aranyban. Hiszen ez így mind szép, ahogy én elmondom, de telt, múlt az idő, Pipa Miska leöregedett, s egyszer csak azon vette észre magát, hogy sem a pipa nem ízlik, sem a bor nem ízlik. – Hé, – mondta magában Pipa Miska, – pipa dohány sem éri így az élet. A pipáját a korcsmárosnak... A poharát a korcsmárosnénak ajándékozta, aztán nyakába kerítette a zsákot, s meg sem állott a mennyország kapujáig. Hűségesen ment utána a tizenkét ördög is. Ahogy a kapuhoz ért, kopogtatott, s belülről kiszólt Szent Péter. – Ki az? Ki kopogtat? – Én vagyok Pipa Miska, Erre szembe Szent Atyám. – Ohó, csak mars a pokolba? Ott a te helyed, nem kellett az örök üdvösség. Mit tehetett szegény Pipamiska? Nagy búsan elkullogott, s meg sem állott a pokol kapujáig. Hát, uram, teremtőm, a pokol kapuja előtt csak elébe ugrik a hétfejű kutya, ugatott szörnyes, éppen rá akart szökni, de Pipamiska sem volt rest, megrázta a zsákját, hopp, benne volt a kutya, azzal kinyitotta a pokol kapuját. Hé, Istenem! Mikor meglátták belülről az ördögök, hogy Pipa Miska tizenkét megpatkolt ördöggel jön, bezzeg megijedtek szörnyen, s nagy ijedtükben felkapták a pokolvize két partjáról a lánchidat. Mit tehetett Pipa Miska? Nem tudott átúszni a vizen, elkullogott nagy búsan, s mit gondolt, mit nem, visszament a mennyország kapujához. Kopogtatott újra a kapun, s Szent Péter, mikor megtudta, hogy megint Pipa Miska van ott, haragosan kinyitotta a kaput, ráförmett. Nem megmondtam, hogy pokolban a helyed? Takarodj innét! De Pipa Miska hirtelen kinyitotta a zsákot, a hétfejű kutya beugrott a mennyország kapuján, s amíg Szent Péter azzal bajlódott, hogy a kutyát kikergesse, szép csendesen besomfordált, s leült egy sarokban. Nagy nehezen kikergette Szent Péter a hétfejű kutyát, bezárta a kaput utána, s akkor vette észre Pipa Miskát. – Ejnye, hát mégis bejöttél? – förmet Pipa Miskára. Ó, szent atyám, ne kergessen ki! A pokol sem fogadott be, merre menjek? Hiszen, ha nem is kívántam az örök üdvösséget, nem voltam rossz szívű ember. Igaz, igaz, mondotta Szent Péter. Nekünk adtad az utolsó garasodat. Hát csak maradj itt. Kolontos Palkó Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolondosság, bolondosság volt minden szava, tette. Az apja eleget kínlódott, bajlódott Palkóval, de hiába. Ész nem verhetett a fejébe. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz a fiával, ha ő meghal s addig búsult, tűnődött ezen, hogy egyszer csak csak ugyan meghalt. S palkóra nem hagyott egyebet, egy szamárnál. Ez volt a szegény embernek az egész gazdagsága. Hát most mit csináljon, kolontos palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, s a szeme zöldet, vöröset látott, annyit éhezett. Ő bizony egyebet gondolt, felült a szamárjára, s elindult világgá. Gondolta magában, lesz ahogy lesz, majd áld az Isten jó szerencsét. Megy, mendegél Palkó a szamáron, s egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, csatangolt erre, arra, össze, vissza, mindenfelé. Amint az erdőben kóvályog, meglát egy öregasszony, és köszönti. Adjon Isten jó napot, öreganyám! Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mondotta az öregasszony mert különben kiszedtem volna mind a harminc-két fogadat. Hí, hely, gondolta magában Palkó, ez bizonyosan valami boszorkány lesz. Na ezt csak ugyan el is találta, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, anyám, kérdi Palkó, nem mondaná el meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből? Az öregasszony, aki éppen egy csomó gajat gyűjtött össze volt, azt mondta Palkónak. De bizony, megmondom, még az útba is beállítlak, ha ezt a csomó gajat felkötöd a hátamra. Én jó szívvel, hogy ne kötném, ajánkozott Palkó. Azzal lepattant a szamárról, s felkötötte az öregasszony hátára a gajat, de úgy, hogy egyben odakötötte az asszonyt egy nagy fához. Indulni akar az asszony, hát nem tud menni, mert meg van kötve. Hely, ördögatta, ebugatta legényke, a fához kötöttél, ugye? No ezért megátkozlak, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te mondasz. Ahogy ezt mondta a vénboszorkány, egyszerűen fekete macskává változott, kibújt a kötélből, aztán ott termett előtte egy kicsi szekérrel tizenkét egérke, a fekete macska felkapott rá, s úgy eltűnt egy szempillantás alatt, mintha a föld nyelte volna el. Kolontos palkó nagyot kacagott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a kacagásától. Na, ez ugyan jól megátkozott engem. Kacagott palkó, hiszen hadd mondja a szamaram azt, amit én mondok. mik három lehet abban? Azzal felült a szamárra, és szólott neki. Gyí, csacsi! Mondotta a szamár is. Gyí, csacsi! Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te! mondotta a szamár. Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te. Te szamár, kiabált Palkó, ne feleselj velem, mert Isten, Istenem ne legyen úgy a fület közé vágok, hogy a más világon is megemlegeted. Úgy, ahogy Palkó mondotta, szóról szóra utána mondotta a szamár. Hely, megmérgelődik Palkó, leszökik a szamárról, jól oldalba kenegeti a botjával. De bezzeg a szamár sem maradt adósa, s úgy megrúgta Palkót, hogy nyakig esett bele egy nagy pocsolyába. Hey, Megijedt Palkó, kiabált torka szakadtából. Segítség, segítség, kiabált a szamár is. Segítség, segítség. Történetesen éppen arra járt három favágó ember. Oda szaladnak, s Palkót nagy nehezen kihúzzák a pocsolyából. Hát a másik ember hol van? kérdik a favágók. Miféle másik ember? Hallottuk, hogy egy másik ember is kiabált, mondták a favágók. ha, ha röhögött Palkó, hiszen az a szamaram volt. Ej, aki áldója van, szettevettéztek az emberek. Hát még te csúfolkodol velünk. Gyere csak a bíró elé, éppen most töltek meg egy gazdag kereskedőt. Bizonyosan te voltál a gyilkosa. Bekísérik Palkót a városba, bíró elé állítják. S a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítéletet, hogy fel kell lakasztani, mert bizonyosan ő ölte meg azt a kereskedőt, akinek gyilkosát addig nem találták. Abban a városban lakott a király is. Az is kiment a vesztőhelyre, hadd lássa saját szemével, hogy csinálják az igazságot. Oda kísérik Palkót az akasztófa alá, s ott azt kérdezi tőle a bíró. No, van-e még valami kívánságod? Nincs nekem egyéb kívánságom, mondotta Palkó. Csak vezessék ide a szamaramat, hadd búcsúzzak el tőle. Mikor a szamarat oda vezették, Palkó a király felé fordult. Letérdelt, s úgy kérte a királyt. Pardon, grácia árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Abban a pillanatban letérdelt a szamár is, s elbődült. Pádon, grácia, árva fejemnek felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Lett erre szörnyű álmélkodás. Még a királynak is szeme szája tátva maradt. Mert sok csuda állatot látott jártában keltében, látott még szamarat is, különbnél különbeket, de még olyat nem, aki az ember beszédjét utána mondja. Bezzek, hogy megkegyelmezett egyszeriben kolontos palkónak. Az udvarába vitette, s megtette fő-fő udvari bolonnak. Attól a naptól fogva úri dolga volt palkónak is, a szamárnak is. Élnek-e, halnak-e most? Nem tudom. De hogy kolontos palkó, s szamarak elegen vannak a világon, azt jól tudom. Itt a vége, fuss el véle! Három Kívánság Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az Óperenciás tengeren is túl volt egy szegény ember, annak felesége. Fiatalok voltak, mind a ketten, szerették is egymást de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből. Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a feleségének nagy örömmel. Ej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk szájunk kíván. Ugyan, ne tréfáljon, kend, mondta az asszony. Talán bizony kincset talált? Meghiszem azt, hallgass csak ide. Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekett a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus, s a kocsiban egy olyan szép asszony ült, amilyent még világ életemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. Mondja nekem az a tündér. Te jó ember! segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg. Hát én hogy ne segíteném, mondtam én. Azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókosostul kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e feleségem? Mondtam én, van bizony, gazdag vagyok-e? Mondtam én, bizony szegény vagyok, mint a templomegere. No bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül. Hallá-e, mondta az asszony, ne tréfáljon, mert nincs kedvem a tréfára. Jól van, jól, próbáld meg, kívánj valamit. Hát, jól van, kívánok. Ó, uramisten, bár csak egy rőfös kolbász kerülne ide abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy nagy lábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt szépen összetekerve. Látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember. Hanem most már valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik. Szegény ember elévette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, ha pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. Belenyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül talált belenyúlni, hogy a lábos felborult, s a kolbász kifordult a hamuba. Fölpattan az asszony, elkezd lármázni. Jaj, de ügyetlenkend, bár csak az orrára nőne az a kolbász! S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a rőfös kolbász, úgy odaforrott, hogy a szépszerivel levenni nem lehetett. Ej, hey, uram teremtő, megszomorodtak mind a ketten, most már mit csináljanak, mit kívánjanak harmadiknak, mondja az ember. Előbb ezt a kolbást vegyük le, próbálja az asszony nem tudja levenni. Hát bizony ezt le kell venni, mondja az asszony. Egy kicsit az orrából lecsippentünk, nem olyan nagy baj az, de már ezt nem engedem. Bizony, ha nem, akkor járjon kent kolbásszal. De már azt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek. Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni? Tudod mit, asszony? mondja az ember. Kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit gondol, Kend? Hiszen az a harmadik kívánság lenne, pedig én mi minden jót akartam kívánni. Sok ökröt, lovat, sok földet, szép házat, s mindent. Már hiába, feleség. Én ilyen bajussal nem járok. Hamar kívánt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit volt mit tenni? A szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett, a hamut szépen lemosta róla. Úgy megették egy leültükben, hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat, sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett föld is, lett szép ház is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.